5 új elektromos autó áll a Nyíregyházi Kórház parkolójának emeletén. Ezek és még 4 másik, összesen 9 autó érkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház telephelyére. Az autók közül ezt az 5-öt Nyíregyházán, 2-2-t pedig a Máté-Szalkai és a Fehérgyarmati Intézményben fognak használni. A kormányzat 249, pontosabban az Emberi Erőforrások Minisztériuma 249 elektromos autót szerzett be a kórházai számára, és 135 darab töltőállomást, ami ezeket az autókat tölti. Ezek tiszta elektromos hajtású Volkswagen Golf autók, mindegyik nem hibrid, hanem csak elektromos hajtással megy. Szabolcs-Szatmár megyében 9 autó érkezett ebbe a kórházba. Nyilvánvalóan azért adtunk több autót, mert ez a kórház 5 telephelyről áll, úgyhogy ezeket a telephelyek közötti szállítást, betegszállítást, vérszállítást fogja ezek az autók biztosítani. Az autók 200 km megtételére alkalmasak egy töltéssel, a kórházak számára pedig csak a kaszkó és a fenntartási költségek jelentenek kiadást, tette hozzá Gondos Miklós. A megyében Nyíregyházán, Fehérgyarmaton és Máté-Szalkán is megújult a fizioterápiás részleg. Ezt már a kórházak főigazgatója mondta el televíziónknak, aki kiemelte a Bocskai úti járóbeteg szakrendelő ismertebb nevén az STK épületének akadálymentesítését. Itt is megvalósult egy nagyon komoly, egy 300 millió forintos EFOP-os pályázatot nyertünk, amiben ennek az épületnek a földszinti rendbehozatala, tehát felújítása, ahol most vagyunk, illetve fizioterápiás rendelőknek a kialakítása, fizioterápiás eszközöknek a beszerzése, és maga a fizioterápiás rendelőknek a komfort javítása is benne szerepelt ebbe az összegbe. Ez az összeghez még egyébként sikerült 35 millió forintot másik lehetőségként hozzátennünk, és ebből valósulhatott meg. Egy olyan régi álmunk is megvalósult, és illetve kötelezettségünk megvalósult, hogy a szakrendelő bejáratánál mozgáskorlátozott feljárót sikerült építenünk. A kórházakban több fejlesztés várható a közeljövőben, többek között megújul az STK homlokzata, energetikai felújításokat hajtanak végre, új gyakorló labort alakítanak ki, valamint a régi fertőzőosztály épületének helyén egy 116 személyes nővérszálló is épülhet.